Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Én Zsolt vagyok, és a mostani videóban 20 olyan hibát fogok nektek megmutatni, amit elkövetünk. Van olyan, azért mondom, hogy elkövetünk, mert van olyan, amit én is elkövettem ezek közül. Ezek olyan hibák, amik leginkább a kezdő befektetőkre jellemző. Pláne akkor, amikor elkezdünk befektetni, és még nagyon az elején vagyunk, akkor ebből a 20 hibából hajlamosak vagyunk bizony jó sokba hamar beleesni. Úgyhogy, ha érdekel, hogy mi ez a 20 hiba, és szeretnéd ezeket elkerülni, és kezdő befektető vagy, akkor mindenképp érdemes velem maradni a videó végéig. Szeretném elmondani, hogy ez egy olyan csatorna, ahol én igyekszem hétről hétre megosztani a publikus portfólióm, és veletek együtt követni, hogy ez hogyan gyarapodik évről évre, és hogy hogyan lesz egyre nagyobb osztalékbevételem. Habár ez a videó most pont kivétel ez alól, mert ebbe a videóba most, amíg 20 hibát felsorolunk, az elég hosszú lesz, gondolom, úgyhogy nem akarom nagyon elnyújtani a videót, úgyhogy portfóliómat majd következő héten fogom nektek ismét bemutatni, de hogyha új lennél a csatornán, akkor iratkozz fel, és a, a régebbi videókban megtalálod ezt. Na, és vágjunk akkor bele, nézzük mi ez a 20 hiba. Íme, itt van az első, ugye a túl magas elvárás. Ez is nagyon jellemző, pláne a kezdő befektetőkre. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy hosszú távon el lehet érni mondjuk átlagosan 8-10-15 százalékos éves hozamot, és sokan nem értik, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden egyes évben meg lesz mondjuk a 10 százalékot, vagy 15 százalékot, hanem azt jelenti, hogy az is simán benne van, hogy lesz olyan év, amikor minuszos leszel, viszont a következő évben lesz plusz 50%-od, és ugye majd így 30 év alatt akkor mondjuk tudsz vonni egy átlagot, és nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy elkezdenek befektetni, és akkor a fejükbe veszik ezt a 15%-os éves hozamot, és pont egy olyan évben kezdenek el befektetni, amikor a tőzsde nem teljesít túl jól, és ezért nem, hogy a 15%-ot nem érik el, de lehet, hogy nullát, vagy lehet, hogy mínuszban lesznek, és akkor azt mondják, hogy köszönik szépen, ez nekik nem való. Vagy a másik dolog pedig, hogy pont jókor kezdünk Befektetni, és egy év alatt mondjuk megcsank egy 50%-os hozamot, és akkor pedig azt várjuk, hogy ezután ez mindig így lesz, és akkor következő évben majd jön egy jó nagy arconcsapás, mert nyilván nem tartható fent ez örökké. Szóval ez az első hiba, hogy nagyon magasak az elvárások. A második hiba, no investment goals. Ugye kell, legyenek céljaid, hogy te mit szeretnél elérni. Ez is nagyon sokan csak úgy fektetgetnek be, de nincs egy céljuk, nem, nem látják, hogy hova szeretnének eljutni. Ugye nekem is van egy távoli célom, stratégiám, hogy én mit szeretnék elérni, nem csak úgy fektetek be, hogy lesz, ami lesz, és akkor engem ez nem érdekel. Nem. Kell, legyen egy célod, kell lássad, hogy afelé haladsz, mert ez motivális, és így sokkal könnyebben fog menni a a befektetés. A harmadik hiba az ugye az, hogyha nem diversifikálunk. Ez is nagyon jellemző a kezdő befektetőkre, ugye azt csinálják, pláne aki tényleg kezdő, és talán annyira kezdő, hogy nem is kellene belevágnia, hogy hallja mondjuk a tesla hogy az most milyen hatalmasat ment az utóbbi években a, a tőzsdén, és akkor ő nem részvényeket vásárol, hanem csak Tesla részvényt tegyük fel, de lehet az Apple, vagy bármi most nem a Tesla van a lényeg, mielőtt megtaláltok. Szóval, hogy beleteszi az összes pénzét egy adott részvénybe, és az a részvény pont elkezd esni, esetleg zuhanni, és ugye akkor a pénz is egyszerre elmegy, vagy ö, elfogy, ugye, mert nincs diversifikálás, ezért fontos az, hogy legalább, nem tudom, 10-15 cégbe fektessünk, vagy vásároljunk ETF-eket, amivel ugye egyszerre akár a világ nagyon sok vállalatába tudunk pénzt tenni, szóval nagyon fontos a diversifikálás. A negyedik hiba az az, hogy a rövid távra koncentrálunk, nem pedig a hosszú távra. Ezt is nagyon sok embernél láttam, hogy beszélünk mi persze hosszú távról, de hogyha van egy nehezebb év, hogyha van egy olyan év, amikor a piac rosszabbul teljesít, akkor, akkor azért sok embernek elmegy a kedve a részvényektől, sok embernek elmegy a kedve a befektetésektől, és azt mondja, hogy ez neki nem való. Pedig ugye hosszú távról beszélünk, 15-20-30 évről szól az, hogyha egy év alatt neked nem gyarapodik annyit a vagyonod, amennyit te elvártál, nem szabad feladni, ki kell tartani, és a hosszú távra kell fókuszálni, nem a rövid távra. Az ötödik hiba, hogy drágán veszünk, és és olcsón adunk el, ugye ez is jellemző, ugye pont a diversifikálásnál beszéltünk erről, hogy megveszel mondjuk csak egy részvényt, és az elkezd esni, és akkor mivel kezdő vagy, és ezeket mind nem veszed figyelembe, eladod a részvényed, de már jó nagy mínuszba, és megvetted drágán, eladod olcsón. Na ez az, amit nem csinálunk a részvényekkel, és nem csinálunk a tőzsdén. Az a célunk, hogy jó áron vegyünk, és ha eladunk is, akkor jókor adjunk el. Szóval ezt is nagyon fontos szem előtt tartani. A hatodik, hogy túl sokat ö, kereskedünk. Ugye ez azért is rossz, mert nyilván közben hozunk rossz döntéseket, vagy, vagy az ötödik pontot, ugye, hogy drágán veszünk és olcsón adunk el, vagy pedig, hogy ö, eladjuk, de utána még a részvényárfolyam tovább megy, ugye itt közben mind fizetjük a kezelési díjakat a, a brókereknek, ez egyben a a hetedik pont is ugye, hogyha minél többet kereskedsz, annál több pénzt fizetsz a brokerednek. Én ezért preferálom mondjuk a discount brokereket, de tudom, hogy ezt nem mindenki szereti, mert ott például kereskedésnél is jóval kevesebb kezelési költséget fizetsz ki. Na de ezt mindenki döntse el maga. Na ugorjunk át akkor a második részre. Szóval itt van a kilencedik hiba, hogy nem nézzük át rendszeresen a portfóliónk teljesítményét. Ugye ez is nagyon fontos. Ebbe például én is beleestem ebbe a hibába, hogy elkezdtem részvényeket vásárolni, és nem néztem meg mondjuk negyed év alatt vagy fél év alatt, hogy teljesít, hogy ugye az elején én is több részvényt adtam el, hogy akkor azokon milyen profitot, vagy milyen veszteséget realizáltam, és egy adott ponton már eléggé össze volt kuszálva a fejemben az egész, és nem nagyon tudtam, hogy hogy is teljesít a portfólióm, ebbe én beleestem, ezt megmondom nektek őszintén, de most már azért igyekszem jobban odafigyelni erre, és jobban uh, monitorizálni a portfólióm teljesítményét. A tizedik hiba az az, hogy nem veszük elég komolyan a veszélyeket. Ugye nagyon fontos megérteni, hogy amikor a részvénypiacra teszel pénzt, akkor kockázatot válasz. Nyilván ezeket a kockázatokat lehet csökkenteni Diverzifikálással, ETF vásárlással, diversifikálással szektoronként, meg csomó mindennel, de akármennyire diversifikálsz a részvénybefektetés, akkor is kockázatos. ezt, ezt figyelembe kell venni. A 11. az az, hogy nem tud, az, nagyjából ugyanaz, mint a 9-es pont, csak itt máshogy van megfogalmazva. A 12-es viszont egy nagyon érdekes dolog, hogy a média hatására hogyan reagálunk. Ugye emlékezhetünk például, mikor volt az Európa bajnokság, két évvel ezelőtt, és Cristiano Ronaldo a coca cola üveget aréptette, és akkor esett a kóla ilyen 5 perc alatt 4-5 százalékot, és hogy ez is mennyire mennyire jellemző erre a, erre a pontra, ugye, hogy mi hosszú távú befektetőnként megvettük mondjuk a Coca-Cola részvényt, és akkor minket nem érdekel, hogy most jön egy ilyen a tévébe, és akkor az árfolyamot esetleg megütik egy kicsit, mert kb. egy hét alatt visszaállt oda, ahol volt. Ezek csak ilyen hisztik, amiknek nem szabad bedölni és nem szabad ez alapján döntéseket hozni, mert rendszerint ilyenkor is rossz döntéseket hozunk. A 13-as pont is nagyon érdekes még hozzá az, hogy nem vesszük figyelembe az inflációt. Ugye most az utóbbi egy-két évben azért elég magas infláció volt, szóval, hogy hiába nyugtatjuk magunkat azzal, hogy megvan az éves 10%-os hozam, amikor azt egy az egybe el is vitte az infláció, szóval reál értéken nem nő a portfóliód. Mindig figyelni kell az inflációt, és mindig kell azon igyekezni, hogy, hogy, az inflációt túl teljesítsük. Ha jól emlékszem, akkor Warren Buffett mondta egyszer, hogy az inflációt úgy kell elképzelni, mint egy mozgó lépcsőt, és míg te az egyiken mész felfele, addig a másik húz lefele, szóval tényleg nagyjából így kell elképzelni, nagyon oda kell figyelni az inflációra, is, igyekezni kell azért inflációnál nagyobb hozamot elérni, mert ha nem, akkor reál értéken nem nagyon fogsz haladni sehova. A 14-es pont, ez is az egyik kedvencem, hogy sokan megpróbálják a jó pillanatot elkapni a tőzsdén, és ugye látjuk, hogy milyenek a tőzsdei grafikonok, pláne egy S&P 500 mondjuk, hogyan teljesített az 50 öt, év alatt, hogy akármikor fektettél be mondjuk 50 évet, tök mindegy, hogy egy kicsit drágában vetted meg, vagy egy kicsit olcsóban, ma már a nagyon szép hozamot tudtál elérni. És ugye ennek az is a veszélye, hogy addig vársz a megfelelő pillanatra, hogy közben egy csomó jó lehetőség elmegy belőled, ami, emelleted, ami, ami, amiből ezáltal kimaradsz. És ugye közben te tartod a pénzt, amit ezt az infláció. Szóval, hogy én, én nem hiszek ebben, hogy el lehet jókor ezt az egészet kezdeni, el kell kezdeni, és amikor van egy kisebb, nagyobb pánik a piacon, akkor kell szépen lefele átlagolni, és akkor így hosszú távon tudsz kihozni jó átlagbekerülési árakat. Én ebben hiszek. A 15-ös pont az igazából ránk nem nagyon vonatkozik, mert itt a pénzügyi tanácsadódról van szó, ugye, hogy nézd meg, hogy ő milyen eredményeket ért el más klienseivel, de ugye én például saját magam fektetek be, nincs pénzügyi tanácsadóm, és én sem vagyok az, nem mondtam el a videó elején, de itt semmilyen pénzügyi tanácsadás nem zajlik, amiről beszélünk, és a részvények, amiket én vásárolok, ez pusztán az én privát véleményem, úgyhogy semmiképp ne hozzatok döntéseket csupán ennek alapján, és a 16. pont is erről szól, hogy rossz uh, tanácsadóval dolgozol, és akkor miattam megy el a hozamad egy része, hát ez sem egy túl jó dolog. Én amennyire tudom, kerülök mindenféle pénzügyi tanácsadót, mert uh, mert a legtöbbjük sajnos nem jó tanácsokkal lát el, viszont te folyamatosan fizeted neki a különböző díjakat, úgyhogy ez, ez neked szerintem nem túl jó. És akkor itt az utolsó négy pont, a 17-es, az az, hogy érzelmi alapon hozol döntéseket, ami ugye megint azért nem jó, mert az érzelmeit sokszor nem, nem abba az irányba visznek el, amerre kellene, és ilyenkor is rendszerint rossz döntéseket hozol, nem szabad azért megvenni egy vállalatot, mert mondjuk te fogyasztod azt a terméket, és az a kedvenc üdítőd, vagy az a kedvenc telefonod, vagy bármi ilyesmi, az alapján kell vásárolni, hogy az a vállalat hogyan teljesít, nem az, nem az alapján mondjuk, hogy te fogyasztod-e a termékeit. A 18-as az pedig a, a hozamvadászatról szól, ugye, hogy folyamatosan nagy hozamokat akarunk elérni, csak ugye azt sokszor elfelejtjük, hogy minél nagyobb a hozam, lehetőség, annál nagyobb a kockázat. Én személy szerint jobban szeretem azokat a, a vállalatokat, amelyek, amelyeknél tudom, hogy nincs lehetőség olyan nagy hozamra, de stabilabb vállalatok. Ugye én az osztalék vállalatokat preferálom, inkább abból tartok többet a portfóliómba, de én is ugye úgy jártam, hogy pont azok a vállalatok termelnek most nekem több pénzt, amelyek nem osztalék fizető vállalatok. Remélem, hogy ez nem lesz mindig így. Meglátjuk. A 19-es pont az az, hogy halogatjuk az elindulást. Hát ezt is nagyon sok embertől hallottam, akivel így beszélgettem befektetésekről, hogy majd jövőre én is elkezdem, majd hogyha lesz fizetésemelés, én is elkezdem. Ez nem így működik, el kell kezdeni. Most azonnal nagyon az emberek nagy többsége azért be tud fektetni szerintem havi szinten akár egy nagyon-nagyon pici összeget, és avval a pici összeggel elkezdesz tanulni, az elke, ahogy látod, hogy nő a portfóliód, nő a vagyonod, az motivál majd arra, hogy egyre több pénzt keres, ugye ez ebből a szempontból is nagyon hasznos, és hogyha nem kezded el, ugye minél tovább halogatod, annál kevesebb időd lesz a kamatos kamatot kihasználni, ezért fontos az, hogy minél korábban elkezd és ne halogasd. És A 20. pont az pedig az, hogy uh, nem tudod, hogy mire vagy képes, akár pont, el, amiről beszéltem, hogy egy havi kicsi összeggel milyen messze juthatsz akár 50 év alatt, ha 7%-os uh, éves hozamot elérsz nagyon sokan alábecsülik azt, hogy, hogy mire lennének képesek, ugye, hogyha elkezdenének végre befektetni, és akár csak havi szinten egy nagyon pici összeget, és azt csak hagynák ott szépen, hogy dolgozzon magának. Nem kell feltétlenül sokat törődni vele, pláne, hogyha mondjuk ETF-eket vásárolsz, ugye erről is készítettem már egy csomó videót, ha nem láttad, akkor, akkor ezeket is megtalálod a csatornán, szóval elkezdesz ETF-ekbe fektetni, azokkal tényleg nem kell túl sokat törődni, nem kell túl sokat monitorizálni, és akár milyen kicsi összeget, de hogyha korán elkezded és 50 évi kitartóan csinálod, akkor borzasztó nagy vagyonokat lehet felépíteni, úgyhogy én mindenkinek kívánok ehhez sok sikert. Na, és hát ez volt a 20 hiba, rácok kérlek írjátok meg hozzászólásban, hogy melyik az, amelyeket esetleg ti is elkövettétek, vagy ha követtetek el legalább egyet, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy ha tetszett a videó természetesen, és iratkozzatok fel, hogyha újak vagytok, köszönöm szépen, illetve ne felejtjétek, hogy továbbra is él a lehetőség, hogy regisztrálhattok Trading 212 2 re és ha használjátok a Zsolt promókódot, akkor jogosultak vagytok egy darab ingyen részvére, aminek az értéke nem több mint 100 euró, linket találtok a videó leírásában. Én köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!